Na, sziasztok! Szóval, előző részben befejeztük elvileg az összes küldetést. Mert azért nem akartam belekezdeni, mert ezt a részét már baromira nem csináltam a játéknak, és mostanában amilyen... Hát, nem tudom, szerintem amúgy tényleg az, amit így kommentben is néha-néha megemlítettek, hogy... Unalmas. Ugyanazokat kell csinálni. Ellopunk egy autót. Ki kell nyírni 50 embert egy helyen. Satöbbi, satöbbi. És előfordulhat az, hogy tényleg az van, hogy kicsit meguntam. Hogy állandóan csak ugyanazokat csináljuk. És azért nem figyelek annyira oda a játékra, és emiatt halok többször. És mivel mostanában elég sokat haltam, nem mertem bevállalni, hogy én még átmegyek a pálya másik oldalára. Azzal nem is lenne gond, mert amúgy ezt meg tudjuk oldani. Kisebb-nagyobb karambolokkal, balesetekkel, de meg tudjuk oldani. Hanem csak az, hogy nem voltam benne biztos, hogy helyen. Most ott rám ömlik 50-60 ellenség, hogy én azt jól meg tudom csinálni. Hey, welcome. És ezért döntöttem úgy, hogy ha most csak egy 15 perces rész lesz belőle, akkor 15 perces rész lesz belőle. Nem fogunk ezen fennakadni. Volt már olyan, amikor még az egy órás időszakokat csináltam, hogy sikerült. Na most döntsd már el, hogy merre akarsz vinni, arra akarok menni. Nem tudom, hogy a Joe mennyivel lesz másabb. Úgy emlékszem, hogy ezt is játszottam. Nem is végig, de kipróbálva ki volt annó. Nem tudom. Bár ott, hogy Joe valamilyen szinten... Én úgy emlékszem, hogy az a sztori rész, van benne az a rész, azért rémlik, hogy játszottam vele, mert minthogyha, és most fog majd kiderülni az elkövetkezendő napokban, hogy amúgy jól mondom-e. De ott abban van olyan rész is, ami akkor játszódik, amikor mi börtönben vagyunk. És valami miatt ez rémlik. Nem, mint hogy addig még Vito volt börtönben, addig mi játszunk Joe-val. Lehet, hogy ez csak valahonnan valami hülye álomból szedtem össze. Nem lehetetlen. Az a gond, ezt elbaszerintottam. Mostanában megint sokat lövöldöztünk, de lehet, hogy csak nekem tűnt soknak. Nincs messze Harry, úgyhogy elmegyünk húslevesért. Úgyhogy... De picit szűkre vettem. I could do this all day. Jó, na nézzük, a gránátunk még van. Ebbe kell, ez messze, ez nagyon kell.
Ilyen hülye hangok vannak a háttérben. Körbenéztem a szobában, hogy miből jön a hang. Így. Húsleves! Yeah, who is it? It's Jimmy. Okay, come in. Yeah, húsleves! Weapons not allowed. Hallod, de azt mondták, hogy itt a fegyverek nem engedélyezettek. Akkor nem is jövök ide. Na jó, de... So, you need serious hardware or just a pistol? Like my mom always said, you can never have too much ammo. 90%-ig biztos vagyok benne, hogy oké, okay, hogy az ott írja ki a játék, hogy nem engedélyezettek a fegyverek. De 99%-ig biztos vagyok benne, hogy van olyan hack, hogy be tudsz jönni és le tudod lőni. Nem láttam még, nem is kerestem utána. Nem is érdekel komolyabban. Csak megfordult a fejemben, hogy vannak olyan elvetemültek a játékosok, hogy valahogy belaggolnak ide. És kinyírják Harryt. Van egy fegyverünk, ami nincs őre töltve teljesen, de talán. Azzal csak gyors tüzelni tudunk. Na. Place. Mondjuk nem lett volna nehéz visszatalálni, de... Ez meg te is jó helyre tudsz parkolni, bazd meg. Na, ez nem az ő hangja. Vagy túlzottan, mint ahogy néha az enyémet szokta az OBS. Túlzottan le van limitálva. De azt szerintem az a Hold on Tight, ezt nem ő mondja. Nem, azt észrevettem, de valamit majd kezdenem kell a hanggal. Mert néha, mikor belenézek a videóba, kicsit hangosabb vagyok, akkor levágja a hangomat. Tehát nem, már annyira nem tud... Kamion elszpónolt előlem. Ne ugra-bugrányi. Szóval én is szoktam észrevenni azt, amikor kicsit hangosabban beszélek, vagy éppen kiabálok, vagy ordítok, vagy valami, hogy levágja a hangomat már a limiter. Majd játszok még a beállítás a kamera, úgy nem vagyok teljesen megelégedve vele. Jól van, jó helyen van. Aránylag elfogadható, de szerintem egy picit lehetne úgy, hogy lejjebb tudjon ugrani, tehát egy kicsit kevesebbet valamiből, nem tudom miből. Mondjuk. Ha így. Ó. Oh. Na. Az a baj, hogy a játékhoz van állítva a hangom. És hogyha túl sokat veszek belőle vissza, akkor a játék lesz túl hangos. Így is határon van, tehát hogy van olyan, amikor már egy kicsit nehezebben lehet érteni azt, amit mondok. Mert mondjuk a játék hangja egy kicsit hangosabb. Csak ezt a legelején így lőttem be, és ezt így is hagytam, mert panasz nem volt rá, én visszanéztem, én visszanéztem, nekem úgy jó volt. Még úgy is, hogy ordított a kocsinak a motorja mellettem. Úgyhogy... Nem tudom. De biztos, hogy fogok játszani a beállításokkal egy kicsit. Inkább lejjebb veszem a játékot. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Ne, itt se vagyunk. Szevasztok! Na pont ezt mondtam. Már kezdődik, Rozika. Már hadsz...
Mi a... Napfény? Hogy mi a... Ja, lehetett ez. Ó! Oh. Mi? Na, az milyen? Na, az milyen? Persze, hogy most nem találom el. Aztán arról nem volt szó, hogy beszaladt gáz. Na jó. Tudj ki a fejed! Jó, hogy a kerék fölött kellene, tehát amúgy ott kellene lőni. Hallod? Bemagyarázok. Nem vett... Te... Nem? Nem? Nem. Őt nem izgatja. Most halálkom, olyan két oldalról fogtok jönni. Hát egy is sok. Várjál, nem jó a fegyver. Az. Most lüljél, köcsög. Valahonnan onnan? Ó, honnan? Most csontra azt hiszitek, hogy ellátok, addig bárhol is vagytok? De nem látom a torkolat. Tüzet se, tehát hogy ez valószínű odát van a... Hála? Ott van benne, ne. Oda be. Jó. Előrébb egy kicsit. Hát nem találtál senkit. Ah, látlak. Te is ott vagy valahol a ne, hogy a gránátot vedd már elő. Itt ebben a bokorban is van valaki. Hello? Búj elő? Ezt... Úgy nem szeretem. Hát lőnek onnan, honnan. Itt van előttem egy csomó ember. Amúgy. Ott, valahol, ott bent. A pont ott volt egy. Meg lehet, hogy ott is van. Na? Hát ott nincs. Na jó, ide egy kicsit nehezebb tüzérségkel. Ordi báj már. Hát ott van valaki arra. Meg ott az osz... itt fent is lennie kéne. Ott van. Az ott volt. Azt megtaláltam. Ez meg... Ott. Na bazd meg! Na ezért mondtam, hogy kell a rész hozzá. Ó, pedig milyen szépen bementünk. Na fene!
Az a baj, hogy ez a taktikázás ebben a játékban ennyi ellenségre nehezen működik. Itt jobban működik az, hogy megfogod, berohansz, mindenkit legyepálsz, akit csak látsz. Ups. Ne így el is vezess. Kevésztam, na. Na várjál, most megcsináljuk jó. Gyere. Nem bujkálsz. That guy's dead. Ennek ott a kerék fölött van, ott. Majdnem jó. Négyből megvan. Oké. Okay. Annak ott valahol úgy is jó. Ezt nem robbantjuk fel, most minek? Nem áll a csönki. Na most, csináljuk azt, hogy... Eldad, higgadj, már a fene megesz. Szóval elvileg itt van egy zsákember bent. Hello! Kapd el! Úgy érzem, hogy ez lesz az én fegyverem. Be akarok menni a házba, mert elvileg a házba kell bemenni. Itt lesz bent. Bebolygatjuk őket. Nem. Még nem. Ha még egyszer meghalok, akkor igen. Szóval, itt van bent valahol alattam. Hoppá! Hoppá! Húzd le a fejed, Jimmy-kém, mert itt aztán kapjuk az égi áldást. Most komolyan bujocskázósat játszunk. Na várjál. Jó, Jimmy, ne totyorékoljál nekem, mert...
Az a baj, hogy ez hajolva van. Jó, azt nem fogom minden elkatalálni. Hallod, de itt van. Tehát, hogy vagy felettem, vagy alattam, vagy mellettem, de ezen a részen kellene lennie. De nincs! Hová tetted az ellenségemet? Ez az ajtó nem nyitható. Ez az ajtó nem nyitható. Emögött nincsen senki. Itt lent átjövök. Itt nincsen senki. Itt megint nincsen senki. És most mozog. Érted? Hát elvileg most itt van, abba az irányba. Hol? Pincében? Vagy valami izé? Le lehet menni, geci. Na, bocsánat. Ott le lehet menni. Kérdésemre válasz, igen, a pincében. Adios, asshole. Ha! Ez meg. Az életben nem gondoltam volna amúgy, hogy itt van egy pince. És ez pedig... Hallod, Rozika, lassabban? Most csak kérdés. Nem jó. Hát ha látnám az, hogy hol villog a... Ott. Pa 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 pa. Papa. That guy's dead. Húzódj már be valahová. Rozika, ide fogunk halni. Gyűn a judge! Másodjára, de megvan. Vége Jimmy szenvedéseinek! Azért ez gáz, hogy nem lehet zenét játszani alatta. Most biztos lenne valami nagyon jó zene. Vagy nem. Adios, asshole. Congratulations. Várjál másik oldalra. Azaz. Áh! Azt hittem, hogy nem ez a fegyver van nálam. Mi? Itt a kocsim. Kérem? Néni? Kösz. Kocsi? Egy. Ne, még rendőrözzünk egy kicsit. These guys are maniacs. We gotta take them down.
Come on, baby, let's see what you got. Gyere, gyere! Roger that! Stop right there, stop! Stay right where you are! Oh, shit on. Hallod? Mellettem ül egy bácsi! Nekem ez még most esett le! Hallod? Ez így nem vicces! Ez így nem vicces! Hallod? Ez így nem vicces! Ez így nem vicces. Hogy tudlak ide kiszedni? Köszönöm is jönnek. Jimmy, nem halsz meg? Jimmy, nem halsz meg? Nem! 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 Most egy nyitott kocsi kell! Jó, itt felfelé nem fognak eltalálni, míg be nem fordulnak ők is. Te is húzsz a rendőrök elől, mi? Get the fuck out! Ez az, befelé. Villanyoszlopot kihasználjuk megfordulásra. Ez felborult. Na jó, meneküljünk el. Az a baj, hogy lerúgta a gumit. Most már elég nehéz belefordulni.
Pará. Ezt még úgyse használtuk soha. Nem volt rá lehetőségünk. 500 ér! Jaj! Elköltöttünk 500 dollár. Na. It's Jimmy. Yeah, that Jimmy. I need the usual favor. Alright, you got it. Have somebody drop the cash off later. All units code green. Back to the station. Ennyi. La 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 la. Állj meg. Mindegy, valami kocsit adjatok már, hát az enyém szét van törve. Megyünk még haza elmenteni a játékot. Should have locked that door. Possible Grand Theft Auto. Copy that. Nem bír magával, nem bír magával, öcsém. Nem bír. It's really sus. I'm sus. I'm a little sus. Na, úgyhogy letudtuk a Jimmy-s dolgokat. Yeah, nice. Ups. Megyünk Joe-ra. Aztán menet közben kitalálom, hogy mit szeretnék játszani majd. Lassan. Csak megsúgom. Jön Danival Satisfactory. És itt a vége, fussál véle. Szeretlek titeket, puszi, pá, csók. Találkozunk majd a Joe szenvedéseiben. Addig is, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és szóljatok hozzá. Ja, meg gyertek Discordra, ha akartak. Találkozunk a következő részben. Sziasztok! Nem lehet leülni.